Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenki, amen. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit ezen a szép májusi napon. A következő órában a Hit kapuja című hitvédelmi műsort hallhatják majd Székely János püspök atyával és Kindelman Győzővel. Az elmúlt alkalommal a szentségekről hallhattak műsorunkban, nevezetesen a keresztségről és a bérmálásról. A mai napon pedig az egyik legtöbbet támadott, azt hiszem használhatom ezt az igét, szentségről, a gyónásról, vagyis a bűnbánat szentségéről fogunk beszélgetni püspök atyával. Hogy a szentségekkel kapcsolatban az egyik legfőbb kritérium, hogy valamilyen formában biblikus alapokra legyenek helyezhetők. Először is itt a téma elején, tehát definiáljuk egyfelől a katekizmus alapján a bűnbánat szentségét, tehát hogy mi is az valójában, és azután vizsgáljuk meg, hogy visszavezethető-e ez az evangéliumokra, vagyis hogy magyarán szóval Jézus alapította-e a bűnbánat szentségét. Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és kezdjük akkor a katekizmusnak a rövid meghatározásával, amit akár föl is olvasnék. Akik a bűnbánat szentségéhez járulnak, azok Isten sértő bűneikre, Isten irgalmas bocsánatát kapják meg. Egyszer s mint kibékülnek az egyházzal, amelyet megsebeztek bűnükkel, és amely közreműködik megtérésükben szeretetével, példájával és imájával. Ez tehát a szentségnek a lényege, a bűnbocsánat forrásához járul a bűnbánó ember, Krisztus megváltásának a gyümölcséből részesedik. Hadd szabadjon kicsit a Biblia mögé is mennem a szentség eredetét vizsgálva. Nagyon jó azt is látnunk, hogy nem csak a keresztény hitben és hagyományban, hanem nagyon sok más vallásban megtalálható a bűnbánatnak különböző gyakorlatai és a bűnbocsánat keresése is. Talán lehetne azt mondani, hogy amióta ember él a Földön, a bűneivel küszködik és keresi belőle a szabadulást, a gyógyulást. Indiában például nagyon gyakori szokás az, hogy nagy folyókhoz mennek és mosakodnak, tehát meg akarnak tisztulni, hogy a folyó elvigye a bűnüket. Kínában vannak olyan részek, ahol hegyek tetejére mennek föl, és a szélbe belemondják a bűnüket, tehát szinte belegyónnak a szélbe, és a szél elviszi tőlük. Vagy gondolhatunk a nagyon ősi zsidó szokásra, ahol egy bűnbakra a főpap rátette a kezét, és szinte ráolvasta a népnek a bűnét. És a kezén keresztül valahogy úgy vették, hogy átadja a bűnbaknak, vagy átruházza a bűnbakra ezeket a bűnöket, utána a bűnbakot elpusztították, és így a bűnöktől is megszabadultak. Tehát egy rendkívül mély emberi vágy az, hogy az ember a bűneitől szabaduljon, ugyanis a bűnök, azok nem könnyű kis kalandok, ami után az ember folytathatná, úgy, mintha mi sem történt volna. A bűnnel az ember a létének, a lényegének a szívét sérti meg és torzítja el, ugyanis lényegünk szerint a szeretetre vagyunk. Teremtve, beállítva a jóra, az igazra, a szépre, illetve magára, az Istenre. Az Isten iránti vágy, illetőleg a vele való kapcsolat, az emberségünk szívénél van, ez emelte ki valaha az embert az állatvilágból, ez az önmagunk fölé emelő gravitáció. Tehát ha ebben sérül az ember, akkor az egész lénye sérül. És ezt maga nem is tudja egészen helyrehozni, ezt a sebet, ami keletkezik saját magában, illetőleg sajnos tovább is adja, mint egy a bűnének következményeként beszennyezi maga körül a levegőt, és ez a bűn, mint egy áteredő, negatív folyam megsebzi az emberi természetet. Nagyon érdekes, hogy az utóbbi időkben, talán leginkább az elmúlt évszázadban egyre többen mondták azt, hogy a bűntudat az egyház találmánya, ettől meg kell szabadítani az embereket. És hát azt mondták, hogy nem kell a bűnökkel nagyon foglalkozni, az vele született dolgok, genetikus, vagy a
rokonságtól, családtól az ember kapta, nehéz gyerekkora volt, tehát nincs felelősség, és nincs igazi bűn sem, amiért bárkitől bocsánatot kellene kérni. József Attilának van egy nagyon drámai verse ezzel kapcsolatban, tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat. És ezt ő 37-ben írta, amikor pszichoanalitikusok kezelték, említ is őket, azt mondja, hogy atyát hívtál elesten, embert, ha nincsen Isten, s romlott kölkökre leltél pszichoanalízisben. És aztán így folytatja, hogy hittél a könnyű szóknak, fizetett pártfogóknak, s lám soha-soha senki nem mondta, hogy te jó vagy. Érdekes, hogy ezek a pszichoanalitikusok ezt akarták elhitetni, hogy bűn nincs. Ne foglalkozzon vele, légy, ami lennél, férfi a fű, kinő utánad, ne vádolj, ne fogadkozz, ne légy komisz magadhoz. Tehát rázza le magáról a bűntudatot. És mintha a versben azt fogalmazná meg, hogy eltűnt a bűn, de ezzel együtt eltűnt a katarzisnak a lehetősége is. Eltűnik a rossz az ember életéből, de ezzel együtt eltűnik a jó is, amihez képest bármit rossznak mondhatnék. Tehát a megtisztulásnak a lehetősége is eltűnik. Boldog II. János Pál pápa mondta, hogy a ma nagyon sokakat eltöltő rezignációnak az egyik legfőbb oka a képtelenség a bűn beismerésére és a bocsánat kérésre. A mai ember tehát kicsit száműzi a bűnt, a bűntudatot, de ezzel elveszíti a megtisztulásnak a lehetőségét, útját is. Ha a Bibliát nézzük nagyon röviden, akkor egyrészt azt látjuk, hogy benne van a Bibliában egy óriási vágy a bűnbocsánatra. Rengeteg Zsoltár szól erről, például 32. Zsoltár azt mondja, boldog, akinek a bűne meg van bocsátva, akinek be van födve a gonoszsága. Hallgattam, és a csontjaim sajogtak. Az ember szinte belebetegszik a bűnökbe, és akkor folytatja a Zsoltáros, elhatározta, hogy megvallom neked bűneimet, és te megbocsátottad gonoszságomat. Tehát egy óriási vágy a megtisztulásra. Jézus, amikor prédikál, rengeteget beszél arról, hogy bűnbánatot kell tartani. Tartsatok bűnbánatot, mert elközelgett a mennyek országa. Beszél a bűnbocsánat ígéretéről. Például a tékozló fiú története egy gyönyörű kép arról, ahogy az ember hazatér a bűnei után az atyai házba. Vagy az a szolga, akinek 10 000 talentumot elenged az ura. Tehát nagyon sok módon meghirdeti Jézus a bűnbocsánatot, illetőleg ő maga bűnöket bocsát meg. Ami akkoriban a farizeusokat, írástudókat föl is háborította, amikor például egy bénát hoznak hozzá, akkor ő azzal kezdi, nem meggyógyítja, hanem azt mondja, hogy fiam, bocsánatot nyertek a bűneid. És erre fölháborodnak, azt mondják, hogy kibocsáthatja meg a bűnöket egyedül az Isten. És Jézus akkor utána meggyógyítja, hogy bizonyítsa, hogy neki van hatalma bűnöket megbocsátani. Vagy emlékezhetünk arra, amikor a bűnös asszony bejön a vendégségbe kétségbeesve, és a könnyeivel, a sírásával mossa Jézusnak a lábát, és Jézus azt mondja, hogy asszony, bocsánatot nyertek bűneid. Aztán azt mondja a vendéglátó Simonnak, hogy sok bűne megbocsáttatott, mert nagyon szeretett. Vagy ugyanezt látjuk a kereszten függő Jézusnál, hogy a jobblatornak megbocsát. A jobblator Jézushoz kiállt, Jézushoz szól, azt mondja, Uram Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodban, és ő mondja, még ma velem leszel a paradicsomban. És ezt a hatalmat Jézus átadja a tanítványoknak is, teljesen nyilvánvalóan. A föltámadása után, amikor megjelenik, azt mondja a tanítványainak, rájuk lehel, és azt mondja, vegyétek a Szent Lelket. Akinek ti megbocsátjátok a bűneit, az meg lesz bocsátva. És akinek ti megtartjátok, az bűnben marad. Tehát teljesen nyilvánvalóan ezt a bűnbocsátó küldetést és hatalmat a tanítványoknak átadja. Aki ezt megpróbálja kiírtani a Bibliából, annak elég nehéz dolga van. Tehát ez nagyon fehéren, feketén benne van
a János Evangélium 20. fejezetében. Azt is látjuk, hogy az apostolok ezt a küldetést értették és gyakorolták. Talán kicsit más módon, mint ahogyan mi megszoktuk, de például Szent Pál apostolnál látjuk azt az első korintusi levélben, hogy egy rendkívül botrányos módon élő keresztény van ott a közösségben, aki a saját apjának a feleségével, mármint a mostohaanyjával él együtt. És Pál úgy dönt, hogy kizárja ezt az embert, azt mondja, hogy átadja a sátánnak, tehát a szent közegből, a kegyelmi közegből kikerül. Ez ember azt mondja, a lelke javára. Tehát hát, ha megtér. És a második korintusi levélben nem tudjuk egészen pontosan, hogy ugyanez az eset, de valószínűleg igen. Akkor pedig azt halljuk, hogy Pál apostol mondja, hogy elég a büntetés, amit kapott, és most már fogadják őt vissza. Tehát gyakorolja az ősegyház az oldást és a kötést, a megbocsátásnak a küldetését. Ezzel kapcsolatban azért rögtön fölmerül egy kérdés. Az akkor odáig rendben van, hogy Jézus felhatalmazást adott az apostolainak, és a bűnbocsátás hatalmát ugye megadta nekik, de van-e szentírási hivatkozás, vagy van-e szentírási gyökere annak, hogy mi a bűneinket bevalljuk, hangosan bevalljuk-e? Vagy egyszerűen mondjuk ebből csak az következne, hogy én hangos vagy halkan magammal azt mondom, hogy Istenem, bocsáss meg, és akkor odajön egy pap, aki így némán feloldoz engem. Tehát a bűnvallás, mint olyan, és ezt a protestáns testvéreink nagyon sokat támadják, bír-e szentírási gyökérrel? Egyrészt az Új Szövetségben nagyon gyakran hallunk ilyen kijelentéseket, hogy valljátok meg egymásnak a bűneiteket, akár Jakab levelében, akár Szent János apostol levelében halljuk ezt. És hát ennek szintén van egy nagyon mély gyökere már az Ószövetségben, akár ez a 32. Zsoltár, amit fölidéztünk, hogy megvallottam az Úrnak a bűneimet. Tehát az, hogy az ember kimondja. A zsidó liturgiában a Jom Kippur, a bűnbánatnak és a megtisztulásnak a napja egy olyan liturgia, ahol a zsinagógában egy ilyen nagy ünnepélyes közösségi bűnvallás. Van egy hosszú, majdnem 100 szóból álló bűnvallás, ami nagyjából így szól, hogy gyilkoltunk, loptunk, csaltunk, házasságot törtünk, stb. Tehát ezt vallja az egész közösség, nyilván nem a személyes bűneiket, de azt is belegondolva. Tehát maga a tény, hogy a bűnt kimondani, ez nagyon mély gyökerű, és aztán megtaláljuk ilyen módon az Új Szövetségben is. Ennek a konkrét formája, hogy hogyan történik, tehát ki előtt, milyen módon ismeri be valaki a bűnét, és kéri a bűnbocsánatot, ez változott. A történelemben ez egy nagyon bonyolult és hosszú folyamat volt, amíg a gyónásnak ez a mai formája kialakul, hogy egy papnál, kicsit titokban, vallja meg a bűnbánó a bűnét. De maga az alaptény, hogy a bűnöket megvallották, ez kezdettől fogva megvolt. Erre egyébként nekem van egy olyan érvem, ami talán kicsit profánnak tűnik, és abszolút nem teológiai érvelés, de azért engedjék meg a kedves hallgatók, hogy elmondjam, ugye Püspök Atyait az előbb idézte ezt a hatalom átadást, tehát a bűnbocsátó hatalom átadását, Jézusnak, akinek ugye megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek megtartjátok, az bűnben marad. Most nekem az a véleményem, hogy annak érdekében, hogy az apostolok gyakorolhassák a bűnök megbocsátásának hatalmát, hát a bűnbánónak eleve meg kell vallani a szóban a bűneit, hiszen senki sem gondolatolvasó. Tehát hogyan lehet valamit úgy megbocsátani, hogy azt se tudom, hogy miről van szó, azt se, hogy mondjuk, ugye, mert a bűnbocsánathoz a jóvátétel is hozzátartozik hitünk szerint, tehát akkor milyen büntetés, milyen penitencia szabható ki rá, ha nem tudja, hogy mi az, amit meg kell bocsátani az illető. Tehát én szerintem ez egy viszonylag logikai alapra is tehető, építhető gyakorlata az egyháznak. Erről a legészről viszont eszembe jut egy szintén gyakran felszínre kerülő probléma, hogy ki bocsáthatja meg, vagy hát valójában ki bocsátja meg a bűnöket? Isten, vagy pedig a gyóntató pap? Ha Isten, és akkor gondolkodom hangosan tovább, kicsit szkeptikusnak tűnően, hogyha Isten, akkor mi szerepe a papnak a gyónás során, hiszen mondjuk a feloldozást Isten maga is megadhatná.
Tehát kell ehhez az aktushoz a gyóntató pap. Kicsit ennek a problémakörnek az illusztrálására, vagy pedig egy ilyen rokon témát fölvetve, hogy már több oldalról szemlélhessük a dolgot, hadd elevenítsek fel egy ősi szokást, amely a keleti egyházban született az első századokban, és aztán sokáig a latin egyházban, tehát a nyugati egyházban is létezett. Ez pedig a laikus gyónás. Nem tudom, hogy hallott-e már valaki erről, hát létezett. Ez a következő volt, hogy amikor is az ember, ez azt jelentette, hogy az ember megvallotta a bűneit egy keresztény testvére előtt, hogyha nem volt elérhető pap, tehát nem volt a közelben felszentelt személy, és ezt azzal a bizonyossággal tették, hogy ezzel is elnyerik Isten bocsánatát. A 11.-12. században nyugaton szükséghelyzetben egyébként kötelezőnek számított ez az úgynevezett laikus gyónás. Mit mondhatunk mindezekre, Püspök atya? Ez egy nagyon szerteágazó és nehéz téma, legalábbis nehéz megértetni egy-két mondattal, hogy mi is itt a papnak a szerepe és fontossága. És azt hiszem, hogy kell egy kicsit elvont teológiaibb magyarázatot is adni, és utána mellé szeretnék tenni egy-két gyakorlatibb szempontot is. A szentségek kapcsán egy kicsit általánosan beszéltünk már erről, hogy az Isten kegyelme és irgalma az nem valahogyan az égből pottyanva érkezik az egyes emberhez. Ahogyan az ember létének a lényege géhez tartozik az, hogy társas lény és történelmi lény, tehát nem izoláltan létezünk, és minden értékünket ilyen módon társadalmi közvetítéssel, történelmi közvetítéssel, testi közvetítéssel kapjuk magát, az életünket például a szüleinken keresztül. Az, hogy beszélni tudunk az előző generációknak, az emberiségnek, az eddigi történetének a segítségével tudunk szavakat használni, akik ezeket a nyelveket szépen kifinomították, kidolgozták, a tudásunk, az előbb élt, a korábban élt tudósoknak és művészeknek a munkájának is köszönhető. Tehát társadalmi közvetítéssel kapjuk minden értékünket. És éppen ezért nagyon természetes és nagyon emberi, hogy a kegyelem is ilyen módon van jelen a világban. Az Úristen, amikor az emberhez közeledni akart, erről is hosszasan beszéltünk, akkor a történelemben, a térben és az időben megjelent. Szólt hozzánk, és aztán az idők teljességében testet öltött. Isten irgalma, megbocsátó irgalma a kereszten jelent meg, ott fakadt föl ez a forrás, és ezt a titkot történelmi módon az egyházunk őrzi. Törékeny cserépedényben ezt a forrást az egyházunk őrzi. Tehát aki Jézushoz akar menni, az Isten irgalmához akar menni, annak az egyházhoz kell menni, ahol ez a kincs történelmi, társadalmi módon jelen van és megőrződik. Ez tehát kicsit az elvont magyarázat, amihez az egész szentségtannak a logikáját, sőt, hát majd az egész üdvtörténetnek a logikáját kell valakinek megérteni és magáévá tenni. Hadd mondjak néhány gyakorlati gondolatot is. Nagyon érdekes, hogy pszichológusok, ha egy embert kezelnek, akkor az egyik legalapvetőbb dolog, amit tesznek vele, hogy beszéltetik a sebeiről, a fájdalmairól, a múltjáról, tehát kibeszéltetik. És ez önmagában is szinte gyógyít. Mert a sebeink, amíg az ember ezt elrejti, addig genyesednek. Tehát ezt először is ki kell nyitni, ki kell mondani, föl kell hozni a felszínre. Nagyon érdekes egy bibliai történetet idehozni, Námánnak a történetét, akinek így kezdi a Biblia az eseménysort elmondani, hogy Námán egy vitéz hős volt, de leprás. Mindig díszruhákban járt elegánsan, de a díszruha alatt már ott voltak a leprafoltok. Sok emberre ez igaz, hogy kifelé mutatjuk, hogy minden rendben van, de belül ott vannak a sebeink. És hát Námán próbálja a gyógyulást megtalálni, és végül is eljut Elizeushoz, aki azt mondja, hogy fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megtisztulsz. És azt olvassuk, hogy Námán fölháborodik, haza akar menni. Miért? Őszinte és nagyon mély találkozás az irgalmas Istennel, ahol az ember kimondja
a maga sebeit, bűneit is. Egy másik emberi érv, amit talán ide tudnék tenni, a pap úgyis jelen van a gyónásban, mint lelki vezető, és ez néha óriási segítséget tud jelenteni. Egy nagyon szép eset volt az életemben egy olyan 8-10 évvel ezelőtt. Egy házas pár, akiket jól ismertem, eléggé különböző egyéniségek voltak. A férfi egy ilyen nagyon erős egyéniség, nagy érzelmekkel, nagy tehetséggel megáldva, de azt hiszem, hogy nem volt mindig könnyű őt elviselni. És egyik nap fölhívott, hogy válnak. És hála Istennek volt időm, este felszaladtam hozzájuk, leültünk, kicsit imádkoztunk, és utána azt kértem tőlük, hogy kezdjük azzal, hogy mondjanak el 3-4 dolgot, amit őszintén egymásnak köszönnek, amit egymástól kaptak, ami az életükből teljesen hiányzott volna a másik nélkül. És a férfi kezdte el mondani, 5 perc múlva sírt, aztán felesége is sírt, mondták, hogy nem válnak, és én már jöttem is el. Tehát néha az ember a bűnében, mintha egy gödörben lenne, és nem lát ki. És a lelki vezető meg a gödör szélén áll, ő látja az ember helyzetét is, de kicsit távlatban is lát, tehát nagyon sokat tud segíteni egy ember ebben a megsebzett állapotban. És ha szabad még egy gyakorlati dolgot hozzátenni, a pap úgyis jelen van a gyónásban, mint aki kicsit objektív módon képviseli a többi embert, az egyházat is, meg akár a bűnökkel megsértett felett is. Például, ha valaki azt gyónja meg, hogy ő lopott a szomszédtól, nem tudom, 1 millió forintot, akkor a pap köteles azt mondani, hogy nagyon jó, hogy ezt most itt bevallja, de ahhoz, hogy igazi legyen a bűnbánata, ahhoz vissza kéne vinni az 1 millió forintot. Tehát a pap objektíve képviseli az isteni rendet, kicsit felügyeli, hogy ez a bűnbánat, ez hiteles legyen, őszinte legyen. Vagy ha valaki azt vallja meg már, nem tudom, 5 éve, hogy megcsalja a házastársát, akkor lehet, hogy a pap azt mondja, hogy gondolja át, hogy mit is akar tenni, hogy ezt őszintén bánja már 5 éve, és még mindig ugyanezt teszi. Tehát kicsit a sértett felet is képviseli és védi a pap. Egy objektív pont a gyónás folyamatában, ami segít a bűnbánónak, hogy hiteles legyen a bűnbánata. Püspök atya, az előbb néhány perccel ezelőtt említetted azt, hogy a gyónásnak a mai gyakorlata és a bűnbánati fegyelemnek a kezdeti gyakorlata az nagyon-nagyon különbözik egymástól. Akkor talán érdemes lenne fölvázolni, hogy az egyház történelme során hogyan alakult ki a bűnbánati szentség, bűnbánat szentségének a mai gyakorlata. A fejlődés ugye valóban nagyon nagy ívű. Mi akkor a műsorra készültem, akkor kezembe került az első századoknak egy igen népszerű írása, Hermásznak a Pásztora, ahol a szerző Krisztus közeli eljövetelét várva azon vívódik, hogy vajon a súlyos bűnt elkövetők egyáltalán visszafogadhatók-e az egyházba. Volt, akik azt mondták akkoriban, hogy nem, például Tertullianus egyházatya, így ír, ezt megpróbálom szó szerint idézni, restelni való a hívőknek, említést tenni a bűnbocsánat második, esetleg utolsó reményéről, nehogy a bűnbocsánat újbóli lehetőségét emlegetve utat nyissunk a további vétkezésnek. Ez tehát egy korai, nagyon szélsőségesnek tűnő álláspont. Persze voltak már abban az időben is, akik a többszöri bűnbocsánat kiszolgáltatása mellett törtek lándzsát, mai szóval élve. Nos, tehát hogyan alakult a századok folyamán a bűnbocsánat szentsége? Ez egy nagyon összetett és nagyon bonyolult fejlődési folyamat. Nagyon fontos azt először is világosan látni, hogy kezdettől fogva az egyházban bűnbánat, bűnvallás és bűnbocsánat volt különböző formákban. Ezt látjuk a legelső egyházi írásokban, amik megmaradtak. Ilyen például Didakhé, ahol hallunk arról, hogy az eukarisztia előtt azt mondja Didakhé, hogy valljátok meg egymásnak a bűneiteket, hogy az eukarisztiátok tiszta legyen. Vagy antiókiai Szent Ignácián nagyon érdekes, hogy ő arról beszél, hogy aki megtér az Istenhez, annak békében kell lenni a püspökkel meg a szenátusával is. Tehát oda is meg kell térni,
ott is ki kell engesztelődni. Az alapelv, hogy az egyházzal való kiengesztelődés, az a szentségi jele, az Istennel való kiengesztelődésnek, az már itt megfogalmazódik. És aztán nagyon érdekes ez a Hermász pásztora, amit említettél, ez második századnak a közepe táján íródik Rómában, és arról szól, hogy van még egy lehetőség a bűnbocsánatra a keresztség után. Tehát azt látjuk, hogy Rómában egyre több olyan keresztény van, aki súlyosan vét a keresztségi fogadalma ellen, és ilyen esetekre az ottani egyház kidolgoz egy ilyen egyszeri lehetőséget, egyszeri bűnbánati eshetőséget. Tertullianus, aki szintén itt előkerült, azért is érdekes, mert amellett, hogy ő Észak-Afrikában egy nem mindig ortodox véleményt képviselő keresztény tanító volt, annak ellenére, hogy nagyon figyelt arra, hogy nehogy túlzásba essen az egyház a bűnök elengedésével kapcsolatban. Neki van egy műve a bűnbánatról, a De Penitentia, ahol egy kicsit már leírja az ősegyháznak a gyakorlatát, ahogyan az Észak-Afrikában tették, hogy a bűnös a közösség előtt is megvallotta, kizárták, vezekelt és visszafogadták. Tehát ez az ősegyházi gyakorlat már Tertullianusnál, vagyis a 200-as éveknek az elején Észak-Afrikában megtalálható, és ez lassanként kikristályosodott. Tehát, bocsánat, hogy közbevágok, tehát akkor hogyan értsük ezt, hogy a második században például a bűnbánat szentségének a gyakorlata az mit jelentett, vagy mondjuk a harmadik században, amikor már valamelyest kezdett kialakulni egyfajta gyakorlat, mondjuk így? Ez egy úgynevezett közösségi bűnbánat volt, azt jelentette, hogy maga az egyház igen gyakran a bűnöst figyelmeztette. Ha valaki főként házasságtörés, gyilkosság, amiben a magzatgyilkosságot is beleértették, és hitehagyás vagy hittagadás esetén, de az ilyennél tágabb volt ez a kör. Tertullianus említi a csalást, ami nagyjából az ilyen köztörvényes, meg állammal kapcsolatos sikkasztás, ilyen típusú bűnöket akarja lefedni, sőt haragtartás, tehát ha valaki gyűlöletben. Tehát ilyen esetekben maga az egyház figyelmeztette az illetőt, hogy amit teszel, az a keresztségi fogadalmadnak a megtagadása, megcsúfolása. Ha az illető elfogadta ezt a feddést, akkor bűnbánóvá lett. És akkor bűnbánati ruhát öltött, és elkezdett egy vezeklést. Ha nem, akkor gyakorlatilag kizárták. Tehát egy rendkívül szigorú gyakorlat volt. A bűnbánóknak pedig kiszabtak egy penitenciát. Az egész folyamat félig meddig nyilvános volt. Nem azt kell persze ez alatt érteni, hogy a bűnös a bűnének minden részletét a közösség előtt feltárta. Nyilván nem. Tehát volt egyfajta védelme az intimitásnak, meg az egyéni titoktartást az egyház próbálta akkor is megvalósítani. Ezt onnan is tudjuk, hogy például Origenész Alexandriában leírja, hogy a pap, tehát nem a püspök, aki előtt ez a folyamat zajlik, hanem a személyes papja az embernek, kíséri őt a bűnbánat folyamán. Tehát van egy pap, aki bizalmasabb kapcsolatban van, vagy aranyszájú Szent János szintén buzdítja a híveket, hogy mutassák meg a sebeiket a papoknak, ahogy a leprások megtisztulása esetén ezt halljuk, hogy mutassátok meg magatokat a papnak. Illetőleg azt mondja aranyszájú Szent János, hogy családiasan beszélgessenek el a pappal a bűnbánok. Tehát a pap segíti ezt az utat egy kicsit bizalmasabb módon. De alapvetően maga a folyamat az egész közösség előtt zajlott. A penitenciák rettentő súlyosak voltak, akár több évig tartottak, nagyon súlyos böjtök, virasztások. És hát aztán később kialakulnak ilyenek is, hogy zarándoklat, Jeruzsálembe vagy máshova, templomépítésben segíteni. Tehát nagyon sok, de aránylag súlyos és nehéz feladatokat kapnak a bűnbánok. És utána, ha ezt ő elvégezte, közben mindig könyörgött a liturgiákon is, a liturgia elején lehettek ők ott, és ahogy jöttek a többiek, mindig kérték őket is, hogy imádkozzanak értük. Tehát egy kicsit megalázott helyzet is volt, ahol fölvállalta valaki a botlását. A visszafogadás pedig nagy csütörtökön
történt, amikor a püspök kézrátétellel a föloldozó imát elmondta, és utána az egész közösség átölelte, visszafogadta ezeket a tagokat. Ez egy rettentően, tehát egy nagyon mélyen az embert érintő katartikus élmény volt, hogy kiszakad valaki ebből a közegből, a Krisztus testből, ebből a kegyelmi gazdagságból, és utána, hosszú küzdelem után visszakerül ebbe a kegyelmi erőtérbe. Lenyűgözve hallgatom ezt, püspök atya, meg kell, hogy mondjam. Ugye egy ilyen szentségtörténeti kitekintés kapcsán most arra gondoltam, hogy ugye, ahogy mondtad, a kezdeti századoknak a bűnbánati fegyelme, vagy a vezeklési fegyelme az nagyon komoly volt. Ha jól emlékszem, például arra utalok, amit említettél, egy példát mondanék, a 325-ös níceai zsinat hozott egy olyan rendelkezést, hogy a hittagadók, ha bűnbánatuk ugye megvolt, még akkor is 2 éven keresztül nem járulhattak az oltár elé, tehát felajánláskor a templomból ki kellett menniük, és még a nagy súlyos bűnök, amelyeket az előbb említettél, Tertullianus felsorolásában, azt hiszem, azokra is érvényes volt ez a komolyság. Na most én nekem van egy érdekes, vagy többször felmerülő kérdésem, hogy miért szelidült manapság a szinte általánosnak mondható fiam vagy lánya mondja el egy mi atyánkot is egy üdvözlégyet típusú jóvátétele ki ez a komoly bűnbánati gyakorlat. Nem veszíti el, és ezt így bátortalanul kérdezem, így a komolyságát ez a szentség? Sajnos az egyházunkban van egy ilyen tendencia is, hogy ami nagyon igényes, az könnyen egy kicsikét megkapik. Tehát sajnos veszítünk sokszor a hitünknek az eredeti radikalitásából, vagy komolyságából, mélységéből. Hadd mondjam el, volt egy református asszony, akit ismertem, aki áttért katolikusnak az eukarisztia titka miatt, amit ő fölismert, és őt nagyon zavarta, hogy ilyen könnyen a bűnöktől meg lehet szabadulni. Ő csak elmondja, és akkor mintha mi sem történt volna. És ő úgy gyónt, hogy előtte, mielőtt elment volna gyónni, 2-3 hétig figyelte magát, hogy amit szeretne meggyónni, azt el tudja kerülni. És ha érezte, hogy tényleg összeszedte magát, új életet kezdett, akkor érezte, hogy a gyónása hiteles. Vagy hadd mondjak egy másik esetet, ez egész fiatal pap voltam, és nagybőjt elején egy idős férfi jött be gyónni, és egy nagyon komoly bűnt gyónt meg, amit életemben ritkán volt, hogy ilyen történt volna. És meg is ijedtem, meg nem is tudtam hirtelen, hogy mit csináljak. És a bácsi azt mondta, hogy atya, nehogy föloldozzon. De azt mondta, hogy most nagybőjtbe ő minden reggel eljön. Misére, bőjtől, imádkozik. És majd akkor nagy pénteken vagy valamikor eljön, és akkor oldozzam föl. És így is volt. Tehát ő minden nap jött, láttam, hogy ott van, imádkozik, és akkor érezte úgy, hogy valami kicsit tett azért, hogy a bűnét jóvá tegye, vagy megtisztuljon. Püspök atya, itt az előbb tulajdonképpen megszakítottam a gondolatmenetet, ugye az első századok bűnbánati gyakorlatánál tartottunk, hogy ugye akkor a nyilván, többé-kevésbé nyilvánosan zajlott mind a bűnmegvallás, mind pedig a jóvátételnek a folyamata, és mármint az egész egyház színe előtt a nyilvánosságot, ugye így értem, de hogyan jutottunk el a mai úgynevezett fülgyónásig, és egyáltalán mi ennek az oka, tehát mi az, amiért az egyház végül is ezt vezette be, vagy ezt a gyakorlatot terjesztette el aztán világszerte? Ez is egy nagyon érdekes kérdés, és fontos is ezt világosan látni és megérteni. Az ókornak a vége felé ez a régi bűnbánati fegyelem tulajdonképp krízisbe jutott, azért is, mert nagyon igényes volt, tehát túl szigorúnak érezték a penitenciákat, kellemetlennek érezték a nyilvánosságot, hogy valaki fölvállalja. Akkor, amikor már tömegegyházzá lett a kereszténység, akkor már nem volt annyira köztudott, hogy mondjuk ki követette a házasságtörést, és az kicsit kellemetlen volt ezer ember előtt mondjuk fölvállalni, hogy valakinek ilyenfajta problémája van. És ez gyakorlatilag azzal járt, hogy szinte senki nem gyónt már, és ezért szinte senki nem áldozott. Nagyon gyakran azt is látjuk, hogy a püspökök túl fiatal keresztényeknek azt is mondják, hogy nehogy még a bűnbánaton átmenjenek, mert az egy életben egyszer volt lehetséges.
hanem azt mondják, hogy inkább várjanak, majd ha öreg lesz, akkor már biztos, hogy meg tudja tartani, akkor tegye ezt meg, vagy a halálos ágyán. Tehát gyakorlatilag rengeteg keresztény egy életen át szentségek nélkül élt. És ezt érezték, hogy nem a legmegfelelőbb így. És tulajdonképpen aztán az ókor végén rengeteg szerzetes jön Európába a keresztény hitet erősíteni missziósként, hittérítőként, főként a brit szigetekről, Skóciából, Írországból, kelta szerzetesek, Szent Kolumbán és mások. Egy olyan korban, amikor a püspökségeknek a befolyás eléggé lecsökkent a népvándorlás alatt, tehát az egyház is kicsit küzdött ebben az átmeneti korban, viszont rengeteg szerzetes volt mindenfelé, és ezek a szerzetesek hoznak egy kolostori gyakorlatot. Ugyanis a kolostorban szokás volt, hogy a szerzetes az apátnak vagy egy más lelki mesternek a saját lelki vívódásait, bűneit elmondta. És ők egy kicsit ezt hozzák át, és mondják az egyszerű hívőnek, hogy ő is jöjjön a szerzeteshez, a mesterhez, és néha bűneit vallja meg. Tehát ez innen indul, vagyis ez eredetileg egy kolostori gyakorlatból ered. A gyónásnak ez a mai formája, ahol egy ember egy papnak mondja el bizalmasan a bűneit, és ott történik, aztán később alakul ki, hogy ott történik a feloldozás is. Ezt azért is érdekes tudni, mert mutatja azt, hogy a gyónásnak a mai formája az leginkább akkor van a helyén, hogyha mellé kapcsolódik lelki vezetés is. Tehát egy ehhez hasonló helyzet, mint a kolostorban az apát mondjuk és a szerzetes, ahol ismerik egymást, és az apát tudja, hogy a szerzetes mit küszködik, milyen úton jár. Manapság is így van, hogyha egy gyónót a gyóntatója ismer, akkor nagyon sokat tud segíteni. Tehát a mai gyónási formánk az ekkor van leginkább otthon, ha van egy ilyen emberi szál a mester és a tanítvány között, és ilyen módon segít a gyóntató. Lehet, hogy egy kulisszatitokra kérdezek most rá, így közben merül csak föl bennem, hogy a gyóntató atyák felé az egyháznak van-e valamilyen szabályozása a tekintetben, hogy a penitenciát hogyan kell kiszabni? Tehát milyen bűnökért mondjuk mi jár, most nem teljesen konkrétan, de azért valamelyest van ennek valamilyen körbeírása? Régi időkben volt, ezt úgy hívták, hogy tarifás könyvek, tehát teljesen meg volt szabva, hogy milyen típusú bűnért, mennyi böjt, mennyi egyéb vezeklés, stb. Szintén nagyon szigorú előírások, ez nagyjából az ókor vége, középkor elején volt jellemző. Jelenleg a gyóntató atyáknak többféle inkább elvi eligazítás van, tehát ad ki a Szent Szék újra és újra a gyóntató atyáknak vademékumot is, tehát hogy hogyan kell gyóntatni különböző típusú bűnöknél, mire figyeljenek oda a tapintatra, hogyan figyeljenek, tehát sok ilyen hasznos tanácsot az egyházunk ad, illetőleg, hogy mit hogyan szabad föloldozni, tehát mikor hiteles a gyónónak a bűnbánata, és mikor nem. Van ilyen például, hogy megtagadhatja a feloldozást egy gyóntatópap? Bocsánat, most nem akarok teljesen konkrét ilyen dolgokba belemerülni, hiszen még jó néhány kérdés van, amit én így összegyűjtöttem, de ez úgy magától adódik, és az, hogy erre többen is rákérdeznének. A gyónásnak egy nagyon alapvető ténye az, amit kicsit most átszaladtunk rajta az elején, hogy alapvetően az Isten az, aki megbocsát. És a szentség az ezt közvetíti, megjeleníti Krisztusnak a kereszt áldozatát, ezt a kegyelmet közvetíti a gyóntató papon keresztül az egyház és a bűnbánat szentsége. Vagyis az Isten bocsát meg. Mikor tud az Isten megbocsátani? Ha az ember e felé, a bocsánat felé nyitott, tehát őszintén bánja a bűnét, lépni akar az Isten felé. Nem egy automatizmus a bűnből való gyógyulás, ahhoz két oldal kell, az embernek is kell lépni Isten felé, és Isten úgy tud lépni az ember felé. Tehát kell hozzá, hogy a bánat hiteles legyen. És a pap ez bizonyos értelemben köteles megvizsgálni, vagy ellenőrizni, hogy tényleg így van-e. Tehát a bűnbánó a bűnét, amennyire nyilván emberileg képes erre,
próbálja leküzdeni, őszintén bánja, és próbál le az életén változtatni. Hadd mondjak egy példát, ha mondjuk valaki összeköltözik egy olyan személlyel, aki neki nem a házastársa, és együtt élnek egy ilyen rendezetlen kapcsolatban, akkor hiába mondja azt, hogy ő nagyon szeretne ezen változtatni. Nyilvánvalóan nem annyira akar, meg nem is annyira képes rá, hiszen együtt is laknak. És ilyen esetben a papnak nem szabad őt feloldozni egészen addig, amíg az élet helyzetén nem akar változtatni. Tehát ha egy bűnös állapot szinte intézményesül egy ember életében, akkor vannak olyan pontok, ahol a papnak ezt kell mondania, hogy sajnos, amíg az ő bűnbánata nem komolyabb, addig ő nem tud föloldozást adni. Tehát egyáltalán nem igaz, amit néha hallunk, hogy jaj, milyen jó a katolikusoknak, mert ott az ő bűntudatuk, de aztán elmennek a paphoz, meggyónják, aztán megint folytathatják tovább. Hát azért nem így működik ez a dolog. Viszont közben eszembe jutott még egy kérdés, hogy az előbb ugye a történeti kitekintés során azt láttuk, hogy a jóvátétel és maga a bűnbánatnak a megtétele az elkülönült egymástól valamelyest. Manapság ilyen nem létezik, hogy azt mondhatja például a pap, hogy kérem, amikor a jóvátétel megtörtént, akkor kapja meg az illető a feloldozást? Igen, ez nagyon érdekes, hogy az ókorban sokáig úgy volt, hogy előbb volt a bűnvallás, utána a penitencia, ami hosszú igen. volt, és csak utána a feloldozás. Tehát először... Ez egy logikai sor végül is. Igen, tehát kicsit le kellett dolgozni. A bűnt régen úgy is mondták, hogy a bűnbánathoz kell opus et tempus, vagyis idő és erőfeszítés, tehát az embertől sokféle bűnbánati cselekedet, ami őt ténylegesen megtisztítja. Egy kicsit praktikusokból cserélődött ez a népvándorlásnak az űrzavara kapcsán is. Lassanként úgy alakult, hogy ha már ott volt szerzetesnél, ha már bevallotta a bűnét, nagyon nehéz lett volna neki, nem tudom, egy fél év múlva megtalálni újra a szerzetest, hogy éppen merre jár, tehát akkor rögtön megkapta a föloldozást. Ez alakul ki, hogy 950 tájékától. Azonban a penitencia az most is a gyónásnak egy nagyon fontos része. Tehát a papnak mindig kell adnia ilyen feladatot, és ez a szentségi folyamatnak része. És vannak rendkívüli esetek, amikor ez kicsikét súlyosabb, tehát súlyosabb bűnöknél a pap köteles is egy kicsikét nagyobb penitenciát adni. A penitencia a gyógyulást is szolgálja. Tehát egy első lépése a megtérésnek, úgyhogy jó esetben kapcsolatban is van a bűnnel, amit az illető elkövet. És hát vannak esetek, amikor a lelkivezetői bölcsességre van ez nyilván bízva, de amikor a pap úgy látja jónak, hogy nem azonnal oldoz föl, hanem azt mondja, hogy egy ideig akkor végezze ezt a bűnbánatot, és utána. Ahogy mondjak esetleg példát ilyen bűnhöz kapcsolódó penitenciára, kicsit mókás, de talán tanulságos is, fiatal pár, a feleség tanult vezetni. És a férfi állandóan kritizált őt a vezetés közben, úgyhogy nagyon kellemetlen, meg keserű perceket szerzett a feleségének, és mind a ketten ugyanannál az atyánál gyóntak, és az atya végig is azt a penitenciát adta a férnek, hogy egy nap, maximum egyszer mondhat ilyen korrekciót, de nem állandóan, tehát ne gyötörje ezzel túl a feleségét. És hát a férfi, mivel nagyon mélyen vallásos volt, ezt abszolút igyekezett tartani. Nehezen állta meg, de igyekezett betartani. És jöttek vissza az atyához egy-két hónappal később, a feleség fülig érő szájjal rettenetes boldogan, hogy megváltozott a helyzet, és ebből most már nincs egy ilyen örlődés közöttük. Tehát néha a penitencia azt hiszem nagyon nagy segítség, valódi orvosság lehet egy bűnön túl jutni. Azt hiszem, hogy van még egy, hát először is nem tudom, hogy mennyi időnk van, még hogy végig tudjuk-e majd ezt a témát teljesen, teljes mélységig beszélgetni, de azért belekezdek. Tehát van a bűnben a szentségéhez kapcsolódóan egy, hát mai szóval élve nagyon rázós téma, amely kapcsolódik, ez pedig a búcsuknak a kérdése. A
Nagyon sokan ugye is a nyugati egyházszakadásnak is az egyik oka volt ez. A katolikusok tévedésének vagy pénzészségének az egyik botrányos példájaként tartották számon a búcsuknak az ügyét. Hát mit mondhatunk erre? Vajon van-e tényleg az egyháznak hatalma arra, hogy ne csak megbocsássa a bűnöket, hanem a bűnökért járó, úgymond ideig tartó büntetést is elengedje? Tehát mondjuk van-e ennek biblikus alapja, vagy egyáltalán mi ennek a gyakorlatnak a gyökere, az eredete? Kezdeti időkben is megjelent az, hogy ha valaki bűnbánatot tartott, akkor lehetséges volt az, hogy valaki más, például egy hitvalló a rokonságból, a családból, vagy akár egy vértanú, aki az ismeretségi körből volt, az valahogy megkönnyíthette az ő bűnbánatát. Tehát valamilyen értelme beszámították egy bűnbánónak, az, hogyha mondjuk a testvére vértanú lett, akkor az ő kedvéért megrövidült ennek a bűnbánati ideje. Ez már például Décius alatti üldözésnél így volt 250-es években, hogyha volt egy ilyen vértanú vagy hitvalló, akit megkínoztak, börtönbe zártak a hitért, ő közben járhatott egy elbukottért. És az ő érdeméért neki megkönnyítették a bűnbánatot. Tehát valamilyen módon az egyházban megvolt annak a tudata, hogy egymás bűnbánatában segíthetünk, és a másik kegyelmi kincséből kaphatunk. Ennek a távolabbi gyökere az a hitigazság, amit így hívunk, hogy a szentek közössége, vagy szentek egyessége. Tehát az egyházban egyetlen nagy családot alkot a küzdő egyház, akik itt a földön élnek, a szenvedő egyház, vagyis akik a tisztító helyen odaát a tisztulás állapotában vannak, és a megdicsőült egyház, az üdvözültek. Egyetlen családba tartozunk, és egymásért tudunk közben járni. Tehát van közöttünk kapcsolat, a halál az nem választja el egymástól végérvényesen az egyház tagjait, és ahogyan a szentek tudnak értünk közben járni, a Jelenések könyve is mondja, hogy az angyal kezében a szentek imádságai voltak, ugyanúgy mi is tudunk imádkozni egymásért is, és elhunytakért is. Ahogy szintén Makabeusok könyvében olvassuk, hogy jó és üdvös dolog az elhunytakért imádkozni. Tehát egyetlen családban vagyunk, és kegyelmet tudunk ilyen módon egymás felé közvetíteni. A búcsú ennek egy nagyon sajátos formája, ami azzal is kapcsolatos, hogy a bűnnek van következménye. Tehát nem csak az a bűnnek a tragédiája, hogy megtöröm az Istennel való kapcsolatot, vagy az embertársammal való kapcsolatot, mert ezt a bűnbocsánattal helyre lehet hozni. És ez teljes mértékben visszaáll. Azonban a bűnnek vannak szinte fizikai következményei. Tehát torzít minket, torzítja a családokat, a világot, majd, hogy nem még az ember egészségi állapotára, vagy nagyon sok mindenre kihat, torzítja a társadalmat, bűnös struktúrákat hoz létre. Tehát a bűnnek vannak következményei, és ezeknek vagy az ebből való megtisztulásban segít a búcsú. Elsősorban a tisztító helyen szenvedő lelkeknek, akik ebben a megtisztulási folyamatban vannak. Ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy olyan büntetés, amit Isten, mint egy bírósága mondjuk kiszab, hogy ő ezt követte el, akkor 5 évet kap a tisztító helyen. Tehát nem egy ilyen külsődleges módon lesújtó ítélet ez, hanem sokkal inkább természetes következménye a bűnnek. Ahogy mondtam, eltorzítja az ember önmagát, beszennyezi önmagát, és az Istenhez csak úgy tud oda jutni, hogyha tiszta, ha az ő rendjébe bele tud simulni. Isten csak úgy tud magához ölelni, ha én bele tudok simulni az ő rendjébe. Tehát ennek ki kell belőlem tisztulni. Vagyis a tisztító tűzben levő utunk, az egy örömteli út, ami minden lépéssel az Istenhez kerülünk közelebb, akkor is, ha fájdalmas. Tehát kiég belőlünk nagyon sok rossz az isteni szeretet tüzétől, ami Istentől idegen, az mind kiég, de ez egy örömteli út is, ahogy a nő felé közeledünk. Tehát ez a bűnnek a következménye, amit ott valaki hordoz, és amitől tisztulni akar.
És mivel egy közösséget alkotunk, ebben segíthetünk. Tehát imádkozhatunk az elhontjainkért, és kérhetjük a szentek, illetőleg Krisztus érdemeit, amit jelképesen így is szoktak mondani, egy kegyelmi kincstár, amiből az egyház úgymond tud részesíteni más embereket. A búcsúkkal kapcsolatban még egy rövid kérdést hadd tegyek föl. Éppen ma történt velem a következő eset. Beszéltem egy ismerősömmel, és mondtam, hogy na ez is ez lesz a mai műsorunkban a téma. És a következőt mondta nekem, hogy ő halottak napja környékén elment, és az egyház által lehetővé tett feltételek szerint teljes búcsút nyert. És itt jön az érdekes csavar. Ezek alapján ő bármit fog már ebben az életben tenni, minden büntetése el van engedve előre. Na most ezt azért mondom, mert hallottam mástól is már hasonló érvelést, tehát még el nem követett bűnökre mondjuk a teljes búcsú érvényes, vagy általában bármilyen módon még lehet búcsúval így módon is operálni. Hát nagyon el kell kerülni minden olyan szemléletet, megfogalmazást, ami a búcsút így anyagiasítaná, mennyiségi módként vagy kegyelemként fogná föl. Az egyházunk el is törölte ezeket a megfogalmazásokat, hogy mondjuk 100 napi búcsú, vagy 300 napi búcsú. Tehát régen majdnem kilóra mérték a kegyelmet. Azt is világossá tette, a 6. Pál pápának van egy nagyon fontos rendelkezése a búcsukról, és ott azt mondja, hogy ez a kegyelmi kincstár, ez maga Krisztus, az ő megváltói kegyelme, szeretete, meg a szenteknek az érdemei, az élete, a kegyelme. Tehát ez nem mennyiségileg mérhető. És a búcsuknak a nyerése az nem egy automatizmus, hogy X mennyiségű kegyelmet valaki kap, vagy átutal másnak, hanem ez egy kegyelmi közösség, ahogy mondtam, a szentek közössége az egyházon belül. A búcsú 6. Pálnak a megmozása szerint az egyház hivatalos közbenjáró imája. Tehát közben járunk az elhunytakért, ez a lényege. És a föltétele az őszinte bűnbánat. Tehát nem egy automatizmus, hanem aki búcsút nyer, annak őszintén kell megtérnie, megtisztulnia, és a kegyelem útján járnia. Tehát ha valaki ezzel a logikával van, hogy bármit követek el a jövőben, az eleve eltévesztette, mert ő akkor nyer búcsút, hogyha a bűnbánat meg a megtérés útját járja. Kedves hallgatóink, időnk sajnos lejárt, nagyon érdekes a téma, és valószínű, hogy még jó néhány kérdés bennünk rekedt, de önökbe viszont ne rekedjen kérdés, ha esetleg bármi, ami az elhangzottakkal kapcsolatban fölmerült önöknek, nyugodtan írjanak nekünk a mariaradio.hu weblapunkon található valamelyik e-mail címre. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt egy órában. Legközelebb egy hét múlva hallhatnak bennünket ugyanebben az időben. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen!